Donald Tusk lengyel miniszterelnök legnagyobb kampányígérete az volt, hogy visszaállítják a jogállamiságot, hogy ezzel megnyissák az uniós források előtti utat. Kacso Dániel, a Mandiner újságírója, vendégem, szervusz, illetve Tarnai Kristóf újságíró, szervusztok, jó estét. Szervusztok, jó estét. Ez a jogállamiság? Tusk értelmezése? Ezek szerint igen. Ugye valamikor a jakubinusok is hasonló eszközökkel, nagyon erős hasonlat, tudom, sziszenjetek föl nyugodtan, de hogy valahogy ez volt a logikája, annak is nyilván ott vérfolyt, és hasonlók azért itt még nem tartunk, nem is fogunk nyilvánvalóan. Valóban erős hasonlat, de valahogy akkor is ez volt a mondás, hogy előbb egy kis erőszak, és aztán utána abból sarjad majd ki a megfelelő társadalom is. Előbb rombolni kell, és utána majd lehet építeni. Ez ilyen forradalmi logika. Nyilván azért most kicsit lehigasztom magamat is. Szerintem elborzasztók ezek a képsorok, amikor rendőrök mennek egy államfői hivatalba, politikusokért, úgy, hogy közben egy jogvita van arról, hogy egyébként azoknak a politikusoknak most milyen jogosultságuk van. A mandátumuk körül is nagyon komoly viták vannak. Rendőrök állnak a köztévébe. Igen, hogy ezek a képsorok engem sokkolnak, de értem, hogy itt egyébként, bocsánat, csak egy gondolat, és a lehiggadt mondat az most jön, hogy itt két nagyjából egyforma méretű politikai tábor van, amelyik az egyik oldala most megszerezte a hatalmat, és a frusztráció, meg a gyors cselekvés kényszere alig, hanem politikai értelme is motiválja őket. Jó, ez most a jó hiszemű Kristóf megfejtés. Biztos, tehát, hogy illetve nyilván ugye látjuk azt, hogy azért a közmédia hangneme azért ez egy ilyen, úgymond, ilyen stratégiai pont, tehát hogy ez nyilvánvalóan nem meglepő, hogy például ez volt az első egyik ilyen konfliktus terület. Azért szerintem a két ügyet válasszuk külön. Tehát, ez még belefér szerinted, hogy rendőrökkel mennek be a közmédiába? Én nem tisztem megítélni, valószínűleg egyébként ez egy eléggé problémás jogilag. Ez 53%-os felhatalmazás. Hát az mondjuk szerintem nem ezen múlik, tehát hogy az, hogy most valami jogszerű vagy nem jogszerű, ugye az nem ezen múlik, de szerintem válasszuk külön a két ügyet, mert valóban ugye a másik történetben, ott jogerős, ugye másodfokú bírósági ítélet van két ember ellen, akik ugye, ha jól tudom, akkor gyakorlatilag dokumentumokat hamisítottak, és kvázi kreáltak egy ügyet egy volt miniszterelnök helyettes ellenében. Ugye itt van egy jogi vita arról, hogy egyébként a PISZ-nek eléggé kedvező Andrzej Duda államfő mikor adhat neki kegyelmet, ugye, amit szeretne, tehát hogy kell egy... Meg kell várja a procedúra végét, vagy pedig egy jogerős ítélet előtt már adhat kegyelmet. Véletlenül sem akarnék ebbe a jogi vitába állást foglalni, hiszen sem jogász nem vagyok, a lengyel jogot pedig végképp nem ismerem ilyen behatóan, csak azt akarom mondani, hogy azért alapvetően ez nem feltétlenül szerencsés, ezt egy ilyen politikai, bár nyilván politikai síkra terelődő, de az mégiscsak azért ez egy jogértelmezési milyen vita. Milyen más síkra lehet terelni, mint politikai? Hát ez egy jogértelmezési vita az, hogy az a államfői kegyelem az jogszerű volt, vagy nem volt jogszerű. A másik fele az valóban... És az, hogy bemennek az elnöki palotába rendőrökkel, hát ahol semmi dolog... Hogyha történetesen valakit elítélt, hát hogyha valakit elítéltek, és elfog a rendőrség... Ennek a szimbolikája? Abban az, hát csúnya szimbolikája, de most abban az esetben, hogyha őt jogszerűtlenül ítélték el, akkor nem az a probléma, hogy bementek a irodába, vagy nem mentek be, hanem hogy miért ítélték el. Ha jogszerűen ítélték el őket, akkor hát most ott vannak a nem tudom, az elnöki palotában, az sem mentes a törvények alól. Miért rámenni a másik, csak ide egy megjegyzés, a másik történet, ha valóban van köztük különbség, de eléggé egyszerre történtek, és eléggé egy helyről érkezhettek valószínűleg a döntések ahhoz. Ezt nem tudom, feltételezések. De ha van egy jogvita, induljunk ki abból, ugye jogállamiság, a jog uralma, erről elég sokat hallhattunk Magyarországgal kapcsolatban is, mint elvárás az elmúlt években, pénzügyi kérdés is volt belőle. Ha van egy jogvita, azt úgy döntjük el, nekem ez csak egy kérdés, az optikája biztosan rossz, hogy rendőröket küldünk rá, azokra az embereknek, akiknek a státusza jogvita alatt van. Hát azért demokratikusabban, elegánsabban és európai módon is el lehet intézni jogvitákat, mint sem rendőröket. Igen, de nem két politikussal. Nem az irányomba célzott a mondás. Nem tisztem senkit megvédeni, de azért nyilván, hogyha ő azt mondja, hogy itt van egy másodfokú bírósági ítélet, ami hatályos, akkor onnantól kezdve nem egy jogvitát kezel, hanem jogot alkalmaz. Tehát azért azt is ilyenkor célszerű szerintem külön választani, hogy ne egy jogalkalmazó rendőrön verjük le azt, hogy mondjuk az a jog az helyesen van értelmezve, vagy nincs helyesen értelmezve. A köztévé esetében ott valóban ott azért egy olyan értelemben kerülték meg a jogot, hogy az hát ez egy nagyon valószínűleg problémás dolog, nagyon-nagyon, hát mondhatnám, hogy vitatott, de hát inkább az, hogy kritikákkal illetett. Értem ezt a mondást, hogy ma az Európai Unió miért nem indít jogállamisági eljárást, szerintem fog, tehát hogy azért azt ismerjük, hogy az Európai Unió, amikor mondjuk a
Egyelőre sírjuk. Igen, de azért azt tudjuk, hogy az Európai Uniónak a hogy mi a malmai nagyon lassan őrülnek, tehát amikor mondjuk Magyarországon a NER elindult, elkezdte kiépíteni a hatalmát, akkor a különböző ügyekre, a médiatörvénytől elkezdve sokszor évekkel később reagáltak, tehát szerintem azért ezt számon kérni, hogy most azonnal tudjuk, hogy hogy működik az uniós intézményeknek. Az Európai Bizottság szóvivője nyilatkozott, annyit mondott, hogy figyelemmel kísérik a történéseket. Manfred Weber pedig, aki az Európai Néppárt révén az Európai Parlamentben az egyik legbefolyásosabb politikus, erős sajnálatunkra mondjuk, de ez már más szintén politikai kérdés, ezt nem is akarom idehozni. Ő azt mondta, hogy hát biztatja Donald Tuskot, hogy menjen előre ebben a történetben. Úgyhogy én gondolom, hogy Brüsszel felől inkább szupportív hangulat sugárzik Varsó irányába, amikor azért azt is tudjuk, ezek a két Brüsszel soha nem volt egy homogén szervezet, azért ezt is régóta tudjuk, de azt akartam csak ehhez még hozzátenni, hogy egyébként maga a kérdés szerintem elviekben egy nagyon izgalmas, tehát hogy ugye óvatosan kell bánni azzal a kifejezés, hogy mély állam, mert ilyen összeesküvés elmélet szaga van, de azért mégiscsak az a helyzet, hogy kicsit olyasmi történik, mintha egyébként valószínűleg valami hasonlóval nézett volna szembe a magyar ellenzék is, hogyha véletlenül hatalomra jut, tehát hogy leváltanak egy kormányt egy országban, de a korábbi hatalom az olyan hosszú ideig regnált, hogy a legfontosabb állami intézmények, azok bizony az ő hozzá lojális emberekkel vannak. Bocsáss meg, de most mi fog történni? Olyan embereket töltik föl, aki Tuskhoz lojális. Hát egyelőre nem valószínű, mert a mandátumuk még sok évre kitart, tehát hogy egyelőre pont ezt szeretnék, de valószínűleg ez nem fog megtörténni. A köztévében már megtörténik. Hát a köztévében igen, de ugye pont arról szól ennek a valószínűleg azért problémás az egész lépés jogilag, mert hogy megkerülték mind a lengyel médiatanácsot, mind a köztévét kinevező testületet, mert ugye ezek is köztévét. Én azt gondolom, mert, hogy ebből a jogászkodásból lépjünk ki, hanem inkább próbáljunk arra fókuszálni, hogy mennyire emlékeztet ez a pártállami reakciókra, amikor erőből próbálnak meg végrehajtani. Nekem politikai akaratokat? Én a kettős mércén rugóznék inkább, nagyjából lehetett számítani, hogy ez lesz, én azt gondolom, mert hogy itt egy ilyen, mondjuk egy álnaív képzelgés van azzal kapcsolatban, hogy a Donald Tuskféle liberális oldal, ami a szabadságjogokat és a nem tudom, az önrendelkezést és hasonló szép szavakat kér számon, mondjuk Orbán Viktor, a Donald Tusk itt volt tüntetni és felszólalni Márki-Zay Péter mellett, kampányolt a magyar ellenzék győzelméért, és hát valószínűleg azt remélte, hogy itt is hasonló képsorok játszódhatnak majd lesz. Azért azt ne felejtsük el meg. Ilyen szavakról van szó, és a mögött pedig ezek szerint agresszióról. Szóval azért elegánsan elefelejtettük, hogy itt azért egy önköztévéről veszek, ez nem legitimálja a jognak a megkerülését, csak a szándékot próbálják meg megérteni, hogy ez egy olyan köztévéről van szó, ami nagyon durván elfogult volt, és tovább is elfogult, szeretett volna lenni a PISZ irányába. Gyakorlatilag ugye egy korábbi műsorvezetőjük maga ismerte tavaly, hogy szinte a kommunista időket, ezt ő mondta, nem én, idéző propagandát sugároztak. Itt igazából ezért emlegettem ezt, hogy amikor valamelyik párt nagyon hosszú ideig hatalmon van, és azért azt tegyük hozzá, és a Fidesz is ezt csinálja Magyarországon, az, hogyha egy párt nagyon régóta hatalmon van, akkor úgy betonozza be a hatalmát, hogy elvileg független állami szerveket magához lojális emberekkel tölt fel, ez azért nem egy természeti törvény, tehát ezeknek nem muszáj így történnie. De elvárásként fogalmazható meg, hogy az ő szándékai ellen dolgozó emberek... Nem, az, hogy tőle tényleg független. Azt mondjuk, egy médiatanács, vagy egy közszolgálati média, ami adófizetői pénzből működik, hogy annak a vezetése az mindenkori kormánytól független legyen. Lehet, hogy naív, ábrándos vagyok, de azért ez mégiscsak elvárásként megfogalmazható. És amikor az történik, hogy egy párt hosszú ideig bebetonozza a hatalmát, az ő lojális embereivel feltölti ezeket az intézményeket, majd utána, amikor tényleg jogszerűtlenül megpróbálnak valahogy ebből kifarolni, akkor eljátsza a sajtószabadságért küzdött, ez azért szintén nagyon fals, azért kritizáljuk a másik oldalt is, és igazából csak azt teszem fel a kérdést, nem tudom egyébként rá a válasz, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Tehát, hogy a kormány tétlenül nézze azt, hogy még évekig minden testületben ellene dolgoznak, folyamatosan gátolják őt, folyamatosan finanszírozza az ő ellene propagandát folytató. Hónapja van hatalomban ez a kormány, miért feltételezi bármelyik olyan kinevezetről, akiket most lelojálisozunk egy másik politikai tábor irányában, hogy nem fog jogszerűen eljárni abban a pozícióban, amiben egy másik politikai erő tette. Tehát én értem a lojalitás kérdést, fölmerül, de azért a lojalitás az ugyanúgy érvényes Magyarországon, a magyar állam irányában is elképzelhető, illetve értelmezhető, és Lengyelországon nem az aktuális vezetés, hanem úgymond a közjó, vagy értem, hogy ebben az esetben, hogy közszolgálati médiáról beszélünk, akkor mondjuk egy kiegyensúlyozott, most akkor hiteles tájékoztatás. Lerűvítve és leegyszerűsítve, van egy közmédia Lengyelországban, amire azt mondják a jelenleg hatalomra kerülő Szivárvány koalíciónak a tagjai, hogy ellene dolgozik politikailag, ez egy válasz. De nem csak az,
hogy ellene dolgozik, hanem hogy elfogult. Igen, az a probléma elfogult, vele. Erre azt mondják, hogy jó, akkor ezt az állapotot meg kell szüntetni, jogellenes eszközökkel pedig olyan embereket ültetünk be, akik az én irányomban elfogultak. Én ezt egyáltalán nem mondtam, hogy helyesen, csak azt mondtam, hogy világítsuk meg mind a két oldalát, hogy ez egy valószínűleg jogszerűtlen módja a megkerülésnek, csak próbáljuk meg megérteni a mögöttes motivációt. Mi az az ex-lex állapot? Értjük a motivációt, de ez magyarázat? Nem, azt erre mondtam, az erőszakos fellépésre? Hát, a jogszerű, ha jogot sértetek, arra nem magyarázat, én csak próbálom megérteni, hogy mi az az ex-lex állapot, amit adott esetben évekig ugye ezeknek a mandátumoknak a kitöltésre. Tompos Márton tegnap. Erős váltás. Így van, Tompos. Csak azért a varsói gyors miatt, hogy ez vajon befuthat-e Budapestre, vagy nem. Tompos Márton azt írta a Facebookjára, szemeteket Varsóra vessétek, ami most Lengyelországban történik, ugyanez lesz itthon is a kormányváltás után. Magyarán Tompos Márton befenyegette a közmédiát. Hát mindenkit nyilván, aki, ugye ismerjük ezt a mondást, aki nem fúj egy követ a jelenlegi jelzéke, ismerjük ezt a mondást. Gyurcsány Ferenc hadonászott, még kevésbé volt fit, emlékszünk, össze-vissza beszélt kicsit a parlamentben, és arról mutogatta az ujját a Fidesz föl, hogy el lesznek maguk víve nagyjából. Ez volt a lényege. Fekete Győr András bement egy újság szerkesztőségébe, megfenyegette Kovács András újság. Jó, hát azért nagy különbség, hogy Tompos kollégának a támogatottsága, illetőleg az a politikai oldal, amelynek hol része, hol nem a Momentum. Ugye most önkormányzati szinteken együttműködés van, amúgy meg le akarja váltani a hazugság kultúráját, ami azt jelenti, hogy Gyurcsánnyal szemben megy. De ez egy másik beszélgetés témára lett. Van ott némi zavar az erőben az ellenzéki oldalon, de összességében együtt az a six-pack, ami tavaly áprilisban elbukott, mint összefogás, annak a támogatottsága jelenlás szerint még kisebb, mint tavaly áprilisban, miközben egy válságos év után vagyunk. Tehát Tompos úr fenyegetésétől én nem rezzenek össze, igen, hogyha túl, nekem szánta. Túl azon, hogy valóban itt, én nem hiszem, hát nem dolgozol a köztévében, de hogy túl azon, hogy valóban azért olyan nagyon-nagyon nem kell attól félni, hogy most mit fognak kormányon csinálni a Momentumosok, az van, hogy azért ezt ne mossunk össze mindent mindennel, tehát hogy ha ő jogszerű eszközökkel szeretne valamit kezdeni azzal, hogy mondjuk a médiatanácsban csak fideszesek ülnek, és az M1 pontosan ugyanolyan elfogult és propagandát sugároz, mint mondjuk Lengyelországban a köztévé. Ha ő ezzel jogilag rendben lévő eszközökkel szeretne valamit kezdeni, akkor szerintem értelmezhető ez a mondás egy ellenzéki politikustól. Az valóban az Origóhoz való bemenetel az egy rendkívül szerencsétlen és kínos akció volt, de talán azért nem véletlen, hogy már nem Fekete Győr András Momentum. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy mindenki meg fog bűnhődni a maga szintjén. Hát nem tudom, mit értett ez követ, alatt. Egymást követik azok a nyilatkozatok, amiből de azért, arra lehet következtetni. Azért gondolkodj, hogy mit értett ez alatt. Most ő ez alatt azt értette, hogyha valaki mondjuk Magyarországon tudhatóan közpénzekkel visszaélt, ebben az esetben mondjuk Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és adott esetben mondjuk a felelősöket felelősségre vonják, az szerintem rendben van. Azon túlmenően egyébként ez inkább egy kicsit ilyen politikai lózunk. Egyébként sincs nagyon nagy illúzió, hogy Magyarországon nem szoktak senkit elszámoltatni, gondoljunk csak Gyurcsányra az állítólagos elszámoltatásra, tehát szerintem a hatalmas nagy közös fájdalmunk itt most, remélem. Dani? Valóban, én azért visszaidézném azt a tavaly április előtti időszakot, amikor ellenzéki gondolkodású vagy érzelmi afelé húzó jogászok hada vitatkozott, meg vetette föl, hogy nem fog annyira sikerülni ez a mindent elsöprő a magyar társadalom ellenállásán meglovagló választási győzelem, tehát majd a kétharmados törvényeket feles törvényekkel kell pótolni. Ez már a gondolat felvetése is idézi azt a megvalósuló eszközrendszert, amit a Lengyelországban láthatunk. Tehát Ugyanaz a Gordiuszi csomó, amire nem nagyon lehet jó választ adni igazából. Hát lehet, hogyha nincs kétharmadom, nem hozok kétharmados törvényeket, vagy szerzek hozzá szövetségeseket az ellenzéki pacsorokból. Hát előtte meg milyen törvények vannak, amiket ugye ifen kell. Próbálok valamilyen szinten kultúrát megoldást találni rá, mert azért szerintem ez túlment egy határon. Kacsó Dániel, Tarnai Kristóf, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.